tervezgettünk, készültünk a napra, igyekezett csoportunknak apraja és nagyja, hogy is legyen, mint is legyen, mit mutassunk szépen, hogy örömet szerezzünk édesanyák néktek. Anyukáknak, nagymamáknak szóljon most a köszönet, szépesekkel, kis dalokkal szerzünk nekik örömet. Kálmánci Zsófi, édesanyám, május első vasárnapján, hogy is köszöntselek? Ékes szóval, édesanyám, mit mondhatnak neked? Mivel kezdjem el a listát, köszönetek hosszú sorát? Azaltán, hogy megszülettem, vagy már, ahogy váltál engem? Ahogy este elaltottál? Vagy napközben szurogattál? Hogy csak kellett megtokkáltál? Vagy a buba vigasztaltál? Olyan hosszú ez a lista, nem is érem végét soha. Ahelyett hát, hogy több renget listát írok sorba, veszek hozzád, futok, megöllelek. Érezd, mennyire szeretlek. Ha beteg vagy, fáradt, és ha gyötör a bánat, betakar, vigasztal, megveti az ágyat. Szeretettél az édesanyádat! Sokszor bizony rossz vagy, talán nem is láttam, mikor a két szemét könnyed volt a fáradt. Thank you.
Thank you.
nemzetségünk, de még remek kicsi szívünk. Megköszönjük mindenkinek, hogy meghallgattak bennünket. Édesanyák, nagyanyókák, fogadjatok!